Hello, sziasztok srácok! Üdvözlök mindenkit! Paroljunk le tankokat! Nézzétek meg, hogy mivel léptem be! Haha, a World of Tanks! Mondhatnám az is, hogy dübörögjön az acél, de igazából nem hangzom olyan jól, mert annyira nem veszít nagy dübörgés szerintem. Na de, miért is léptem be a vodba? Hoho, hát 3 nappal ezelőtt azért egy pár dolgot kiadtak itt a srácok. És hát olvasgattam egyébként, hogy hihetetlen, hogy ennyi minden változás lesz a játékban. És akkor azt gondoltam, hogy hát ki kéne próbálni most már, hogy tényleg elindult a World of Warships, és ugye egy csomó fejlesztés van benne, és lehet, hogy a votosok is elkezdenek fejleszteni, jó, és tényleg elkezdenek fejleszteni. Hogy milyen változások jönnek? Azt mondja, hogy csak tényleg az érdekesebbeket akarom kivenni. Azt mondja, hogy például ugye lesznek új hangok, de állítólag az új Sound Engine az teljesen szétnyomja itt a processzort, és igazából ki kell találniuk valamit. A 10.0-ban jön egyébként, hát ki kell találni valamit rá, hogy működjön. Na hát akkor nem kell Gnofather sound mod egyébként, de nem hangzik rosszul, nem hangzik rosszul a dolog. Hát igen, és ami nagyon fontos, például egy nagyon érdekes dolog, hogy a végén most igen csak fontolgatja, hogy elrejte a játékosok neveit, hogy ne lehessen noob métert használni. Nem tudom, emlékeztek én, nagyon régen beszéltem talán erről, hogy meg írtam is egyébként a végének, hogy tök jó lenne, hogyha el lehetne ugye hide-olni az adatainkat. Nyitottam is egy tikitet egyébként, és hát kaptam egy olyan választ, hogy ez nem lehetséges, meg úgy, meg úgy, meg amúgy, de igazából most se gondolkozna, nagyon-nagyon erősen gondolkodnak rajta, ugye nyilván, hogy ne lássátok, hogy milyen értékek vannak a játékban, tehát hogy ne lássa senki, hogy milyen értékei vannak a másiknak. Nyilván úgyis lejön az első pár másodpercből, hogy egy noob vagy nem noob, tehát hogyha valaki tényleg elindul teljesen más irányba, vagy ott kempel a bázison, de a lényeg az, hogy talán egy kicsit tényleg változatosabb lenne a játék, ha nem lenne mindig egyből anyázás, hogy úgyse én buktunk, ennyi el se indulok. Tehát nem tudom, talán egy kicsit feldobna a játékot, de ez mara érdekes. Tehát is az, hogy strongly considering, tehát azt mondják, hogy erősen gondolkoznak rajta, ezt olvastam, ez azért már tényleg jó. Nem az, hogy azt elvetik, hanem ez már egy kicsit az a fázis, ami talán már jó lesz. Hát igazából hátat fordítottak itt annak egyébként, hogy itt a jó dolgokat találjanak ki, na nem akarok máshogy fogalmazni egyébként, de a lényeg az, hogy a single core processzorok között még mindig visszafogják a játékot. Hát azt mondják, hogy ugye az oroszoknál, meg Kelet-Európában nagyon sokan játszanak single core processzorokkal, és ugye ez már egy kicsit nehéz egy olyan hang engine csinálni, ami ugye itt feldobna nekik a játékot. Hát nem tudom mennyire lesz ez egyébként mérvadó. Azt mondja, hogy na, havok az nem is jön, és ami még nekem nagyon tetszett, ugye az artibalansz. Én csak olvastam, hogy micsoda lesz artibalansz, és igen, ugye mondják mindig, hogy az AV ugye sok dolgot lopott a VOD-tól, Wargaming-től, de igazából ez fordítva is igaz, mert azt egy-egyből be fogják rakni valószínűleg, ugye, hogyha az artilő, akkor pingelni fogja azt a kockát, ahol lőni fog, és nagyjából szerintem majd lehet is látni, hogy honnan lőtt. Az elég érdekesen hangzik egyébként. Lesznek magyar tankok? Hó, hát ez milyen király. Azért tök jó dolgok vannak egyébként a játékban, és a legfontosabb, hogy azt írják, hogy a 2016-os fejlesztés az lesz egyébként, hogy megjavítják azokat a dolgokat, amik tényleg ilyen nagyon égetően rosszak a VOD játékban. Hó, megjavítják? Hát ez milyen jól hangzik? Eszméletlen. El se hitte, 2016 mondjuk, tehát nem sokára, az annak az éve lesz. Tehát lehet, hogy ki fogják pucolni a játékot, és tényleg tök jó. Lesz végre? Na hát meglátjuk, meglátjuk. Akkor hát hallottam egy ilyen Merkava prototípus, de nem hiszem, hogy be fogják rakni. Lehetséges, de azt mondják, hogy túl sok ugye páncélja van, hát a Merkava, izraeli tank iszonyat brutális. Egyik legbiztonságosabb tank, nem halnak meg ugye az emberkék, akik vannak benne, ki tudnak kúszni hátra. De nagyon erős tank, de nyilván nem hiszem, hogy be fogják rakni a játékba. És hát talán új fizika? Talán, de nem biztos, ezt még nagyon sokat kell tesztelni. És hát nem is tudom, hogy mi van még.
rengeteg újítás jön, és én tényleg csak kiragadtam egyébként a lényegesebb dolgokat, de hát mert ez is meg egy csomó tankcsere, ugye itt az FV215B-t, majd állítólag a Super Conqueror jön, és akkor majd minden szétver, hát nem tudom, meglátjuk, hogy mennyire lesz brutális. És a Chief meg egy ilyen alternatív, ilyen top 10-es tank lesz. Ez is jól hangzik, és nekem ez nagyon tetszik egyébként, tényleg, hogy valamit már csinálnak. És ez, tehát megmozdult egy kicsit a játék, és ez tök jó, nagyon jó. Plusz a render, tehát máshogy fog ugye nem négyzetben, hanem körben fog renderelni, és ugye nyilván szerintem javulni fog a teljesítmény még jobban. Bár én nagyon meglepődtem egyébként legutóbb, amikor visszajöttem, mert nálam már nagyon jól futott a játék, és ugye az AMD-seknek ez egy kicsit mindig is érzékeny pont volt a single core performance. De egyébként ettől eltekintve, srácok, még valamit szeretnék, például egy olyan dolgot, hogy igen, én közben nehogy azt ígyétek, hogy nem megnézek minden replayt, amit küldtek nekem, csak nagyjából elkezdek keresgetni mindig, hogy baj, ezt már vajon fölorogta valaki, vagy nem. Annyira nagy törés volt ez komolyan bennem, hogy mi olyan videót raktam fel, amit már más megcsinált, hogy hogy utána teljesen át kellett ezt gondolnom. Úgyhogy azt találtam ki, hogy igazából olyan dolog kéne, ami valahogyan, hát nem is tudom. Na mindegy, ki fogom találni, de most ez így on the fly nem megy, de inkább arra gondoltam, hogy most elkezdek valami teljesen újat, és nyugodtan írjátok meg nekem, hogy egyáltalán milyen tankot, vagy milyen tankkal játszok egy esetleg, tehát ide a lentre beírjátok, hogy fú, menjél az egy csinukája, mert az jó, és akkor tudom, hogy trollface, meg minden, de azt a tankot, amit kiválasztotok, azt, amire a legtöbben szavaznak nyilván, de azt mindenképpen le fogom duplázni, ha kell, akkor 10-et megyek vele. Hát remélem nem lesz ilyen losing streak-em, mert akkor az egy hosszú videó lenne, viszont lehet, hogy a végére már kicsit morcos lennék. De van egy csomó tankom, úgyhogy próbáljátok megmondani, hogy mivel játszok, ha van kedvetek. Az elsőt nyilván én fogom kiválasztani. Na, és akkor melyik is legyen? Hát, az első tankom igazából bármi lehetne, de akarok egy kis esélyt adni egyébként. Annyira jó látni ezt a sok szép színt, meg olyan vibráló, nem is tudom, dolgok a furcsa sok kék tenger után. Rendesen felüdülés egyébként egy VOD-ot nézni. És hát, jaj, azért már hiányoztak a tankok. Na, nézzünk valami jót. Azt mondja, hogy... és csak 95 ezeren vagyunk fent, persze délután van, de mint egy kicsit fogyna a játékosok állománya. Mi legyen? Tízes legyen? Tehát az túl erős. Valami olyannak kéne menni, ami azért korszakalkotó és nagyon durva, mint egy Excelsior. Nem, ennyire még nem vagyok bátor. A Cromwell az túlságosan jó, túlságosan OP. Nem, hát a RAM 2-t, szakálmetyár egyébként ezt javasolt, hogy menjek ezzel egyet. Ennyire még nem vagyok kemény, hogy azért a RAM 2-vel menjek. Egy Locust. Ez aztán az igazi. Nem, ez túl erős. Mi lenne, hogy nem tudom, nézzük meg a játékot, milyen lenne mondjuk egy ilyennel? Hát, akár jó is lehet, kellenek emberek. Úgyhogy nyomunk egy ilyet, hogy beküldjük. Oké. És megnézzünk egy Churchillt, mit szóltok hozzá. Ha ilyesét is megvan a régi emberük. Próbáljuk meg! Nézzétek, van 1.386.000 pénzem, ez hihetetlen. És igazából még nem kezdtem el a... Igen. A japán dagadtakat. Lehet, hogy elkezdem. Ezek úgy valamennyire még érdekelnek is. De meglátjuk. Na, srácok, nyomjunk egy randomat. Tessék! Én bevállalom. Bevállalom azt, hogy kipróbáljuk. Oh, egyből betölt. Westfield. Hát ez tök jó. Ej, pedig direkt nem VN8-at állítottam be egyébként, hanem rendesen beállítottam a Wargaming értékét. De biztos ez semmit nem jelent egyébként, úgyhogy meglátjuk, mire jutott. De nehezen tölt be. Na de, most ő nem SSD-n van, de milyen szép ilyen, tényleg ilyen kristálytiszta, ilyen... Oh.
rendesen jó látni a frame rate-et. De nyilván le van véve egy pár dolog, hiszen nem szeretem, hogy így popapolnak egyébként a növények, tehát ezt kiszoktam kapcsolni. Egy pár dolgot kikapcsolok. Ajjajjaj, majdnem nyomtam, hogy W. De igazából... Úristen, mi ez az állat uzsonnás doboz? Én még nem láttam ilyet. 700 HP-ja van mind nekem? Aha, ó, tényleg Westfield átalakult, srácok, bocsi, hogyha bénán játszok, de fingom nincs arról, hogy hogy alakult át a játék, de látom, hogy a többiek már oda mennek. Lehet, hogy ott kicsit jobb, de megpróbálok így erre nyomolni. Aha, jönnek is ott fent, úgy látom. Ajjajjaj. Még a Cromwell egy kicsit jó, mondjuk én ez a hatosak ellen, mondjuk annyira nem lesz egy nagy kaland, de hát megpróbáljuk. Valaki nagyon pingel. Johnny. Nem tud leszállni, szegénykém, hát rácuppant. Hát ez a volt, és semmit nem változott. Hopp, jön egy kávé egy. Aha. Jajjaj. Na de, sólyom, mit csinálsz? Sólyom. Hát beállunk a másik mögé, hát milyen nem vagy te szirtisas. A betyár mindenit. Kávéjegyet nem tudom átlőni, csak hogyha látom a dobozát. Oké, T34. Sólyom nem ismer félelmet, rávetődik, mint vércsa a mérgezett egérre. Kicsit sokan lesznek, de a kávé egy iszonyat durva. Iszonyat durva, azt nem lehet elintézni. Kicsit tartok attól, hogy jobb oldalt mi lesz, hogyha jönnek, de még vissza kell szokni egy kicsit a játékban. Hop. Aha, elpuffanunk, mint a puffogó vipera. Oké, kicsit várunk azért. Sólyom rávetette magát, amit szerintem nem kellett volna. Aha, és itt halok meg szerintem. Hát ez nem az a meccs volt, ami igazából jó volt, 156-ot tudtam sebezni. Minden irányból lőttek, 1, 2, 3, 4, 5 irányból kaptam. És igazából... T34. Szép. Hát igen, ez elég kemény volt azért, de hát nem csüggedünk, volt már ilyen meccsünk a VOD-ban, azért így van, megyünk még egyet. Hát, nincs mese. Sajnos azt hittem, hogy poénos lesz egy Churchill-el játszani, de látom, hogy szegényként még mindig nem érte utol magát, úgyhogy választunk egy másik tankot. Van legénysége, de mi lenne, ha kapna egy másat? Kipróbáljuk ezt a régi tankot, hát ha ezzel tudok valamit alkotni, de nem hiszem, hogy megy majd. De a VOD nem sokat változott. Na de miért? Ne ezt rakd bele, vannak itt jó ja igen. Mivel saját legénység. Aha, oké, teljesen félre beszélek. Oké, erre nincs legénységem. Azt hittem, hogy a hidrostattal akarok menni. De nem, ez nem a hidrostat, hanem a Shiba Panzer 4. Na nézzük! Kicsit még dolgozom az ügyön, de ideje visszacsepenni a jó öreg World of Tanks-be. Pillanatok alatt elintéztek. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy milyen kemény még mindig a Churchill, és hihetetlen, hogy gyorsan lement. Iszonyat durva ez is. Na nézzük. Fú. Kemény lesz. Hűha. Na nézzük. Elég sokat tölt Vinyóról. Na de. CZSK. Ajjajjaj. Talán nem a legszebb, ahogy a kezdes, de mindegy. A vegyár mindenit. De elszoktam ettől a szép szín világtól. Na nézzük. Azt mondja, hogy merre menjek. Klingon, anyone please. Ó, igen, a trollok megjelentek.
Még mindig trollok. Megpróbálok nem goldot lőni rögtön először. Ez a tier egyébként egy kicsit jobb, mint az előző volt, de ezzel a tankkal szinte mindegy. Meglátjuk, hogy... Ó, 1.91. Elindult a csapat. A Matildát tolják felfelé. Nagyon jó. Egész jó pingem egyébként, úgy látom, hogy ez egész szépen alakul. Bom. Csinálok egy kis fedezéket. Mondjuk Arti nincs, úgyhogy itt mindegy. Várok egy picit hát, hogyha jön valaki. Oké. Okay. Egy. Aha, úgy látom, hogy ilyen lenti összecsapás lesz. Egy, kettő, úristen, ott jön át mindenki? Ez iszonyat durva. Az M7 beírja, hogy... Fú, de jó voltál. Churchill 1 megjelenik. Ott van fönt egy Crusader. Aha, engem lő természetesen. Kicsit célozni kéne, de ez így nem fog innen összejönni. Vagy mégis? Áh, de én nem tudom felemelni. Hey, megnyertük! Victory! Nem csináltam semmit. Ajjajjaj, sokan vagyunk itt is. Ott van a Matilda Black Prince! Célozzatok! Das muss vetum, nem-e? Hát ennyire nem lett jó Matilda Black Prince. 108! Ez kevés! Szikla. Szikla. Ah! 136, ez már egy fokkal jobb. A Crusader felmászott oda. Oké. Okay. Ez viszont szarrá fog lőni onnan. Nem, odáig nem tudom felemelni, úgyhogy elhúzok innen. Megpróbálkozunk a másik oldalon. Kant Team. Elég vicces. Csapat. Ott a Crusader, ott hagyjuk fönt. Itt egy M4. Itt látom Cromwell-el, de még mindig lőnek. Azt a mindenit, milyen villámmeccsek vannak még mindig egyébként ebben a játékban. Bődület egyébként, iszonyat kemény. 300 sebbel, és mindjárt vége a meccsnek. Tehát amikor itt hagytam a játékot, akkor az átlag meccs olyan nem is tudom hány perces volt. 6-7. Szerintem itt van vagy 5 maximum, de... Excelsior, ott van fent a Crusader. Eltaláltam vajon? Hát... Nem kell túl sokat mozognom egyébként. 173 sebb, az nem valami sok, lehet, hogy goldot kéne töltenem. Áj, azt hittem, hogy megy! Ujjjjjjj, az Excelsior! Excelsior kinyír! No! No! Nem! Uff. 10-11. Lehet, hogy elbukjuk ezt a játékot? Ajaj, ajaj, elég kemény, elég kemény, elég kemény itt a játék, srácok. Elég kemény egyébként. Hú, na még egy utolsót. Hát ilyen villámmeccsekkel egyébként hihetetlen. Nem szabad ennyire bátran játszanom, azt hittem, hogy milyen jó lesz. Na még egy ilyen kis tér. Legyen nagyobb? Legyen 10-es? Nem tudom, az mennyivel jobb egyébként. Legyen... Hú, nekem is van Excelsior-om. De... Hát szinte mindegy. Menjünk egy nagyobbat. Próbáljuk meg a nagyobbat. Hát ha az mutat valami mást. Legyen egy Patton, vagy egy Object 140. Vagy... hát ilyen... Dinoszauruszokat nem akarok hozni, mint a Fos 155. Hát őt sem, szegényt.
Hogy legyen egy T-34. Nem. Na jó, legyen a végére valami nagy. Tényleg legyen valami nagy. Egy TD. Ó, szegény. Ez hogy lehet bukni ezzel a tankkal egyébként? Ez hihetetlen. Igen, kevés H-t töltöttem. Vagyis, hogy hitet. Na jó, még egy utolsó. Legyen valami vicces tank. De melyik lehet az a vicces tank, ami jó? Hát itt van, megyek ugyanazzal. Nem fogok engedni a kísértésnek. Megyünk még egyet, és ez az utolsó. Most ígérem, hogy sikerül megnyerni. De most nem leszek ilyen bátor, nem fogok előre mászni. Na, mi történt? Ez az. Megyünk csatába? Hüha. Elég jó. Elég jó felhozatal. Na, megnézzük. Mint hogyha kicsit keveset sebezne egyébként szegény tank, de most egy kicsit változtatok a dolgom. Megpróbálok normálisan játszani. És természetesen lövök goldot. Na nézzük! Ez volt az egyik kedvenc tankom. Nem is tudom, hogy Y van-e még. Még mindig a Y klánban vagyok. De igazából már annyira kihalt, hogy csak én vagyok benne. Szerintem az utolsó hírmondó. Mutatja, hogy oda kell menni. Értem. És a Locust behozott egy... Aha. Nagy... Új, micsoda nézeteltérés! Már is lövik egymást! Gobolék! Na, nem jön senki? Már nem divat? Egyenesen átmegyünk? Fölállunk oda? Ez igen, ilyet se láttam még. Na jó, ilyenkor visszafordulunk, természetesen jó egyedül, de a hordával még jobb menni, úgyhogy szépen beáll mindenki kempelni. 2000 meccses Gobol 81. Hogy jutott el a 2000 meccsig? Ajjaj, 9000 meccsel itt áll. T25. Mindenki itt áll. Hát ez micsoda. Hát erről csinálok egy fényképet komolyan. Idióták. Ez nagyon jó, hát ezek a új egyébként. Kár, hogy nem játszottam botot, mert tényleg látszik, hogy nagyon sokat fejlődött a játék. Ott a Churchill egy, T25. Egy ilyen nagy japán tank nekem is kéne egyébként. Az a baj, hogy nagyon bátor vagyok, ha megint előre megyek, aztán utána meg csak pislogok, mint hal a szatyorban. Ott jön egy Churchill egy, de azt nem fogom tudni átlőni innen. Bár, hogyha a fejét elkapom. Kettő 96. Nem is olyan rossz. Cruiser 4, mindjárt meglátjuk, becserkészük, 47 HP maradt, ott van egy stug. Ez fájni fog. 3.34, az nem is olyan rossz egyébként. Lehetett volna több is, de mindegy, ez így jó, és... Hajt egy T25, na az mondjuk veszélyesebb. Fapman. Nem akarom, hogy rám feppeljen. Úgyhogy el kéne innen húzni. Kicsit túlerő van itt, de úgy látom, hogy a másik oldalról is túlerő jön egy pindurkád. Ajjajjaj, a cruiser. No damage, próbálom beforgatni, de hát ezt a papírtankot. Ennek tök mindegy. A T25-es egyébként tök jó játékos, 408, az nem rossz. Relatíve jó játékos, úgyhogy mert igazából nem nagyon szeretnék összetűzésbe kerülni, de már egy ezressebbünk van. Jön egy Excelsior. Kintem meg besegíteni itt már. Nem a goldot kellett volna töltenem? Lőtt ki! Mindegy. Elpazarlunk egyet, és a másik oldalra most visszamegyünk. Be
lepingelem nekik, hogy menjünk vissza és ne előre menjünk, hogy ne foglaljunk. Vajon megfogadják a tanácsomat? Nem hiszem. De nem akarok foglalni, inkább sebezni szeretnék. 1000 seb az nem olyan sok ennek a tanknak, de hát egy ilyen meccsen 3,5 perc alatt vége a meccsnek. Ez nekem nagyon, nagyon tetszik egyébként, nagyon durva. Vagy csak el vagyok szokva tőlem, mert a World of Warshipben azért ennyi idő alatt még az elejére sem tudok kimenni egyébként. Az első szigetet nem érem el. Esélytelen, hogy oda találjak egyébként. Főleg így, hogy bent van szikla mögött. Nem is lövem el. Lőjem el? Nem lövem el. Esélytelen. Egy ágyú. Ágyút tudok eltalálni, ez semmi. 7-7 az állás. Ott jön a Panzer 4. Oh-oh. Ebből mi gond lesz? Ott is mellé. Vagyis, hogy eltaláltam, de lepattant. Egy lövés is meghalok. 6 rollágyú van rajta. Derp gun. Na nézzük. Spotta le a Wolverine. Aha, jönnek a haverok. Hát lehet, hogy ide egy másik ágyú kéne. Nem ez. Hetszer. Kicsit mintha lassabb lenne a tankom, mint régen. KV1. Hetszer. 1, 2, 3, 4, meg még jön egy... Oi. Ott a hetszer. Hű, de rossz lövés. A betyár minden egy de rossz lövés. Tivadar, tivadar. Elszoktál tettel a játéktól? Bénák vagyunk. És ott egy fullos. Úristen. KV1, KV1! Nagyon sokan vannak. De jön a KV1 hátul, srácok. Ezt nem fogom tudni átvinni oldalról, meg pláne. Na, próbáljuk. Áttározunk hát. Hátha. Na nézzük, derp gun. Ah, 170. Ez nem rossz. Egynek. Ott jön az Experimental tank. 114, és... Na még egyet nézzünk. 97, és még egy utolsót. Mellélőtt hál a jó égnek, és forgasd be. Úgy, ez az! Megvan, és akkor nézzük a következőt. Azt mondja, hogy fú, ez a japán tank, ez egyre jobban tetszik nekem. Nekem kell egy ilyen. Viszont 5 kill, meg 6 kill. Hát nekem kell egy ilyen, ez iszonyat durva. Ott jön. Úristen, mekkora ez? 189. 1600 sem. Gyere már ki, ne féljél. Ah, majdnem. Nem akarok kimenni, nem tudom mekkorát durrant, nem is erem ezt a tankot. Na jó. És... Vége. Az utolsó lövés. Na ez már egy kicsit jobb meccs volt egyébként, de hát ez is iszonyat kemény. Hát a kezdeti Churchill-es meccs után, ja, nyomtunk egy ilyen majdnem 4000 XP-s meccset, de igazából hát nem, hát ez durva tank, ez a... O1 Experimental. De hát azért a derp még mindig működik, úgy látom, hogy ezért. Hát mondjuk sovány 1600 seb, ő 1700-et csinált egyébként egy 5-ös heavy-vel. De most fényderül az igazságra, mert ezt meg kell csinálnom. Azt mondja, hogy egy 5-ös heavy, és komolyan most ezt először láttam, 75-ös armor egyébként. Az nem túl sok. De nem rossz. Milyen ágyúk vannak ezen? 124-125. Az elég jó. 0.39. És van rajta derp. 10 centis. Nem is derp. 130? 300? Ilyen ágyú van rajta? Nekem kell egy ilyen. 6-os ágyú megy rá. Úristen.
0,41, nem pontos annyira. 130 pen és 300 sem. Hát ez epic. Epic. Hát ez nagyon, durva. 130. 300-zal. 16. Hát mondjuk elég lassan lő, de nem rossz, nem rossz. Lehet hörpidörpözni. No, srácok! Írjátok meg, hogy ezek közül a tankok közül mivel menjek. Ha van kedvetek, és aztán megnézem, hogy mi az, amit letudnék. Próbáljátok választani olyan tankot, amit nem ritkán láttok, vagy nem gyakran láttok inkább a játékban. Azért nagy kihívás szerintem egy Foss 155-öt duplázni, vagy valamit, tehát nyilván választhatok troll tankot is. Mondjuk egy T-18-at nem hiszem, hogy olyan nehéz lenne, de azért igyekszem. Írjátok meg, melyikkel menjek, és akkor szerintem jövő hétfőn akkor kipróbálom, vagy valamikor, és akkor megyek vele. Hát igyekszem nem ilyen meccseket menni, mint a Churchill-el, ahol elkaptak. Ez iszonyat durva volt egyébként. 188, valaki úgy látom, hogy tényleg belém lőtt egy szépet. Tehát ez VN8 2000, az nem olyan jó. A 4100 VN8, ez nem rossz egyébként, de ez sem volt egy kiemelkedő meccs, de azért lassan csak belévök. No, köszönöm a figyelmet, srácok! Találkozunk jövő héten is. Mindenképpen írjatok, hogy mit szeretnétek látni, hogy mivel menjek. Tessék írni. Sziasztok. Puh.